Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Néhány napja a stábunkkal a Csalai Picúr büfé vendégei voltunk, és meg kell mondjam, teltház volt, mégpedig azért, mert megjelent Varró Ferenc Szemlevények Csala történetéből című kötete, egy nagyszerű könyv, egy olyan hiánypotló kiadvány, amelyre méltán lehet büszke, kicsi és nagy, a szerzőt természetesen különösen. Ott volt Csurgai Horváth József barátunk, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója is, és természetesen a településrész önkormányzati képviselője Östör Anna Mária. És hogy mire ez a sok-sok ember, hát azért, mert mondom, ahogy az imént is fogalmaztam, hiánypótló a kötet, szerzője pedig Varró Ferenc, tisztelettel köszöntöm. Én is köszönöm. Megmutatom a könyvet is gyorsan, aki még esetleg nem jutott hozzá, az ideje korán mondom, hogy tegye meg, mégpedig azért, mert valóban a teljesség igényével mutatja be Csala történetét kívül, belül, az első pillanattól kezdve addig, ahol most vagyunk. És ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy mennyire fontos a lokálpatrióta szemlélet a 21. században, amit mi méltatlanul elfeledünk. Hogy mennyire fontos, hogy megismerjük azt a közeget, azt a helyet, azt a közösséget, amelynek igenis van múltja méghozzá, mint kiderül ebből a könyvből is, veretes múltja. És mennyire fontos az, hogy a bennünket körbevető tájegységet megismerjük, a szerszámokat, amit eleink használtak, a mindennapjaikat, az ünnepeiket. Honnét jött a gondolat, hiszen a lokálpatriótaként csalai ember, aki az életének a nagyon nagy részét ott töltötte. Hát igen, ez nagyon régi időkre nyúlik vissza, tulajdonképpen még a gyerekkoromban, ugye ott ismertem meg igazán Csalát, ismertem meg az embereket, akik tulajdonképpen mondhatom azt, hogy nagyon közeli ismerősök, jó barátok voltak. És akkori időkben gyereknek lenni nagyon jó volt Csalány. Tehát azok az emlékek, amik akkor velem történtek, barátaimmal, iskolatársaimmal, ezek a dolgok felnőtt koromban visszavittek Csalára. Olyannyira, hogy házat építettem családomnak, és tulajdonképpen én már így képzelem el a jövőmet, Csalán. Nagyon jó, ugyanaz a millió megvan még mai napig is Csalán. Az a kicsi közösség, amely most alkotja Pusztát, mondhatom Pusztát és István Majort, mert a többi helyen már a lakókat kiköltöztették, elköltöztették. De ez a kis közösség, amelyik itt van, Pusztán és István Majorban, én remélem, hogy egy baráti, családias közösségé fog fejlődni. Remélem, hogy a könyvem által is. Igen. Arra figyeltem fel, nem véletlenül volt a bevezetőmben, hogy a Picúr büfé zsúfolásig megtelt, nagyon-nagyon sokan voltak. És olyan emberek vettek részt ezen a könyvemutatón, akikről nem gondoltuk volna, és kiderül, hogy még most 2018-ban is mennyire fontos nekik, hogy megismerjék. Lehet, hogy betelepültek, de megtették azt a lépést, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy egy kicsit jobban megismerjék. És ne csak a bezárkózásban, hanem egy bensőséges hangulatú, ahogy ön is fogalmazta, település részen élhessenek. Melyik volt az első adalék, amikor elkezdte, hiszen nem véletlenül van itt ez a rengeteg sok jegyzet, hiszen ez még csak egy kivonatos része annak, ami aztán a könyvben értelemszerűen szerkesztett formában megjelent. Hogy kezdte? Hát itt csak egy kézirataim vannak. Oda-haza vannak a jegyzeteim. Ezek a jegyzetek a beköltözésünk után kezdődtek el, mégpedig úgy, hogy mindig is érdekelt Csala múltja, és megpróbáltam, amikor ugye megszűntek a házépítéssel kapcsolatos teendők,
több szabadidőm volt. Elkezdtem a gondolataimat, az idősektől hallott dolgokat fölírnom, jegyzetelni. Sokszor olyan apró kis céglákra írtam fel gondolatokat, amit hallottam, mert nem volt nagyobb papír nálam, csak egy címszavat írtam fel, és oda-haza utána kerestem. A vége az lett, hogy egy nagy mennyiségű anyag, nem tudom mihez mérjem, egy ilyen kis kupacnyi jegyzetem gyűlt össze, amikor összeszedtem, és akkor még nem gondoltam a könyvírásra. Melyik volt az első lépcső, amikor azt mondta, hogy igenis, ezt nyilvánosságra kell hozni? Igen. És hogyan sikerült tematizálnia? Ez egy nagyszerű könyv, pontosan azért, mert tematikus, kronológiában is helyén van minden, tehát eljutunk az ősidőktől a napjainkig természetesen, és emellett pedig tematikus, mondom ezt azért, hiszen a gazdaság, a táj, a mezőgazdaság léte, a környező település fejlődése, a kastély története mind-mind külön szerepel, ha nem is a teljesség igénye nélkül, teljesség igényével, hiszen ez akkor ennyi, ekkora lenne, de ez így nagyszerű. Tehát hogy kezdett a munkához? Amikor eldöntötte, hogy igenis ezt ki kell adni. Igen. Sisa Józsefnek történjét Budapesten megjelent egy folyóirat egy szlovák lapban. És ott írnak a Csalai kastélyról. És én nagyon keveseltem ezt a írását, mondom, még ennyi többet tudott Csaláról, és felvettem velük a kapcsolatot, és egyik munkatársa a Fehérváron, most is dolgozó Bányai Balázs történész, meglátogatott. Érdekelték az anyagot, mert ugye azért bőven leírtam, hogy milyen anyagaim vannak, és kijött meglátogatni, és eléje tettem a jegyzeteimet. Hát megvallom őszintén, hogy meglepődött rajta. Ámult-bámult? Ámult-bámult, mert ő nem erre számított. Ő már egy kéziratra számított, feltételezem. De a vége az lett, hogy azt mondta, hogy hát ezzel az anyaggal ő így nem tud kezdeni, szedjem össze, írjam össze egy folyamatos kézirat formájába. És ekkor kezdődött tulajdonképpen az, hogy én kéziratot csináltam, tehát már rendszereztem, rendbe szedtem az anyagot, és ezzel az anyaggal, amikor írtam, rengeteg kérdés merült fel. Rengeteg. A családdal kapcsolatban, a kastéllyal kapcsolatban, az emberekkel kapcsolatban, amik válaszra vártak. És ekkor indultam el tulajdonképpen kutatni utána, könyvtárakba, levéltárakba. Az első anyag, ami igazán hasznos volt számomra, Károly Jánosnak a könyve. Fehérvár megyének írta ő a uradalmait, a épületeinek a történetét, és Csala is benne volt. És egy olyan anyagot kaptam tőle, amikor erre rá találtam, amiből el tudtam indulni. Egy komolyabb alapot kaptam hozzá, és ezután a kérdéseket már levéltárakba kerestem. Elmentem a püspöki levéltárba, ahol Mózesi Gergely nagyon sokat segített nekem, bár a dobozai azok megleptek mindig, mert hatalmas egy dobozokba hozta oda nekem a leveleket, és hetekig jártam oda, és ő mindig türelmesen lefordította nekem a latin leveleket. Mert tulajdonképpen majdnem 1800-ig csak latin írások voltak, és ami ismerős nevek, helységnevek feltűntek, azt én is ki tudtam olvasni a levelekből, a mellette lévő latin szövegek ő fordította le nekem. Tehát a teljességre törekedett. Nyilván a kapcsolódási pontokat is kereste. Igen, próbáltam. Hát ahogy előbb mondta, hogy a teljesség igénye nélkül,
mert már mai napig is találok olyan gondolatokat, és már be is pótoltam részben, mert ennek a Csalai könyvnek, a Szemelvényeknek ennek már van folytatása. Nos, tehát ugye a levéltári kutatás az rendben van, viszont a tárgyi kultúrát miként tudta megteremteni, illetve elérhetővé tenni ebben a kötetben? Hiszen itt azért egyik oldalról az élővilág, vízrajz, természeti értékek az rendben van, erről majd külön beszélünk, hiszen ez egy fontos adalék mindahhoz, ha valaki tényleg szeretné megismerni a Csalát és környékét. Viszont látunk számtalan fotót a tárgyi kultúra a múltról. Hogy sikerült ezekre rábukkannia, hiszen ezek tipikusan azok a történetek, amelyek nem szájról szájra terjednek, hanem hát oda kell menni, és hát szerencse is kell hozzá, halljuk meg. Hát az egyik ilyen illető, akivel én felvettem a kapcsolatot, egy e-mailbe vettem fel vele a kapcsolatot, mert láttam, hogy a Csalai vasútállomással foglalkozik. És felvettem vele a kapcsolatot, hogy nekem akkor már megvolt a vasúttörténeti része az anyagkönyvemnek, illetve kéziratomnak, és felvettem vele a kapcsolatot Kovács Gergellyel, aki itt Pátkán a Völgyhíg alapítványnak a megalapítója, és egy természetfotós. És kiderült, hogy ő a Csalával is foglalkozik természet formájában, és ott főleg a madarakkal. Tulajdonképpen végig ment egészen a szurdok, a Pákai tározótól, a Szurdok völgyön keresztül, a Császárpatakon végig fotózta a természeti élővilágot, köztük főleg a madarakat, és adott nekem egy olyan anyagot, amit ugye beletettem a könyvembe. Ilyen formában én biztos, hogy nem tudtam volna megcsinálni, ez az ő munkája. Az ő ismerőse Hudák Tamás, aki szintén egy természetfotós, ő a pillangók szemszögéből fotózza a természetet, és amikor megtudta, hogy ilyen könyvet írok, illetve bocsánat, Kovács Gergely mondott egy lehetőséget, most már így néha összefutnak a gondolatok bennem. Kovács Gergely hívta fel a figyelmemet Hudák Tamásra, aki a pillangókat fotózta. Ugyanúgy a Császárpatak völgyében is, Fehérvár környékén kezdte el, majd eljutott a Császárpatak völgyébe. És a Kovács Gergelyen keresztül kaptam Hudák Tamástól ezt a pillangókról írt anyagot, de ebben benne van a kaszálórék, hogy milyen a környezet, hol találhatók ezek a pillangók, lepkék. És hát ezek voltak tulajdonképpen a természeti oldalai a dolognak. Gyerekkoromra nyúlik vissza egy másik gondolat. Emlékeztem rá, hogy nyári színidőben mi dolgoztunk Csalán. Gyerekeknek mindig dolgozni kellett. Függetlenül attól, hogy értelmiségi családból származott, vagy gazdasági dolgozó volt az illetőnek a gyereke, nyáron mindenkinek dolgozni kellett. Ha volt munka, mindig dolgoztunk. És a gazdaságban is dolgoztam, az erdészekben is dolgoztam, ahol munka volt, mindenhol megtalálhatóak voltunk gyerekek. Mezőgazdasági munkák közben, amikor például kukoricát fattyasztunk, ugye földközelbe kellett dolgoznunk, és észrevettem, hogy rengeteg cserép. Rengeteg cserép van, de akkor érthető okokból ez nem keltette föl igazából az érdeklődésemet, de most idősödő koromban ezekre a helyekre én visszamentem. És ugyanúgy megtalálom. És megtalálta. Igen, ezt szerettem volna mondani, hiszen a kötetben számtalan utalás helyett ott van a kép, és azt láthatjuk. Tehát történelmi korok idézete. Igen. De nem csak cserepeket találok, hanem fém darabokat. Tehát ugye azok is benne vannak itt a
kéziratomba, illetve most már a könyvembe, ezek a dolgok, amiket találtam, ezek számomra azt bizonyítják, nem csak a római gát, ami ugye Párkai tározónál meg van építve, hanem most már ennek bizonyítékát is találtam, hogy nem csak Kisfaludon lehettek római villák, villagazdaságok, hanem Csalán is. Csalán is. Csalán is, és ennek megvannak a nyomai. Különböző korokból találom én ezeket a dolgokat, mert úgy megpróbálok utána nézni ezeknek a dolgoknak, és dokumentálom őket. Hogy sikerült a Kégliek történetét ilyen szinten megírnia? Hát szintén Károly Jánosnak a könyvéből kaptam az első információt. Nagyon kevés információ volt, főleg a kastélyépítő Kégli Györgyről. Nagyon kevés információ volt. Mindenki annyit tudott Csaláról, hogy jó ember volt, a cselédeinek lakást adott, egy kis háztáji földet, templomba járhattak a gyermekek, a felnőttek, Isten tiszteletre járhattak, iskolába járhattak, egy iskolát épített nekik. Tulajdonképpen ennyi volt az alap, amit tudtam róluk. Amikor Károly Jánosnak a könyve a kezembe került, akkor csodálkoztam, mert ugye nagyon sokkal többet leírt Károly János ott a könyvbe, és ezeket én beleírtam a kéziratomba, a könyvembe, de további kutatásokat, kérdéseket kaptam ebből a könyvből, amik után kutattam. Levéltárakban, könyvtárakban, majd a végén eljutottam a régi újságokhoz. Tulajdonképpen a család története ott bővül ki számomra. Olyan anyagot találtam benne, ami az én könyvemben nincsen benne, mert ez már olyan szintre került a könyv, hogy ebbe már nem tudtam beletenni. De olyan hatalmas anyag mennyiséget találtam a régi újságokba. Ezt vehetjük az 1800-as évek elejétől egészen napjainkig, hogy alig van olyan újság, amiben meg ne említenék a családot valamilyen szinten. Nem tudom, hogy erről beszéljek-e így előre a könyv megjelenése előtt. Igen, majd erről szó esik, csak még akkor menjünk tovább, hiszen Családott otthont az agrártörténeti gyűjteménynek, igen, amelynek ön is egy külön fejezetet szentel. Ez egy fontos, én nagyon sajnálom egyéb iránt, hogy ma már olyan állapotban van, amilyenben, de ez egy szintén egy fontos adalék Csala múltjához. Ez a gyűjtemény hosszú kálváriát járt be, mire Csalára elfogadta ottani tulajdonos, vagy befogadta az ottani tulajdonos, de sajnos csak 2008-ig. És 2008 előtt sajnos hát el kellett volna, mert 2008-ban lejárt ez a bérleti szerződés, és helyek kerestek a gyűjteménynek. Több helyszín lett volna közöttük a Szúnyog-szigeti arborétum, majd úgy tudom, hogy a sárpenktelei terület, a sárpenktelére került volna, de nem tudni, hogy miért nem kapták meg ezeket a területeket. Pedig úgy olvastam, hogy a város ehhez még területet is adott volna, tehát Fehérvár határát kijebb tolta volna Sárpenkelén, hogy Fehérvár területén legyen ez a gyűjtemény. De nem lett ebből semmi, majd a Videóton pálya mellett ott lett volna még egy lehetőség, de ez is valamilyen oknál fogva nem valósult meg, és a gyűjteménynek költöznie kellett.
időközben el kellett adniuk egyes dolgokat a tulajdonosoknak, a gyűjtemény kezelőjének, a gyűjtőjének, Hada Robertnek, aki tulajdonképpen 20 évet áldozott az életéből ennek a gyűjteménynek. Nem tudom, hogy ismerik-e. Ő leírta ezeknek a történetét, tehát könyvformájába megírta, és úgy tudom, hogy levéltárban valahol már le van téve, de könyvformában nem jelent meg. Tehát ahhoz, hogy ez ismerté váljon, ahhoz legalább egy könyvek kellene, ami legalább a Széchenyi könyvtárba fölkerül. Bizakodó vagyok, hogy előbb-utóbb lesz ebből. Reménykedjünk belőle. No, akkor most viszont beszéljünk a terveiről, hiszen ott szakítottam félben, hogy egy következő kötetet tervez nyilvánvaló. Mi minden szerepel majd benne? Kettő kéziratom van, amelyik készülőben van. Egyik az már elkészült, az a szakmámmal kapcsolatos. Irodagépműszerészként dolgoztam Fehérváron, bár nincs meg ez a szakmám, mint irodagépműszerész, mechanikai műszerész, elektronikai műszerész, szakmákat szereztem meg időközben, amíg mechanikus műszerészként dolgoztam. Először az OTP-nél 5 évig, majd a Műszerészipari Szövetkezetnél, ahol a mechanikai műszerész szakmát szereztem meg. Majd a rendőrséghez kerültem házi műszerészként, ahol az elektronikai műszerész szakmát tanultam ki. Ezt azért végeztem el, közben érettségiztem is, érettségim is megvan. Ezt az elektronikai műszerész szakmát azért végeztem el 87-ben, mert akkor már az elektronika nagyon tolta ki a mechanikát a piacról. És ez a képzettség kellett hozzá. Ugye jöttek az elektronikus írógépek, amiket enélkül már nem lehetett volna javítani. És erről írtam szintén egy könyvet az írógépekről, közben gyűjteményt is szereztem magamnak. Hosszú éveken keresztül, 80-as évek közepétől kezdtem el írógépeket gyűjteni. Szép gyűjteményem jött össze. Nagyon régi írógépem, az körülbelül 100-120 darab van, amik 1800-as évektől a II. Világháborúig terjednek. Bár van egy írógépem, ami 1898-ból való, egy Remington írógép. És ezekről írtam egy könyvet. Úgy éreztem, Magyarországon nincs irodalma ennek. Hiányt pótlok ezzel a könyvvel, mert szakmailag jelentek meg írógépes könyvek, de csak nagyon szűk körbe, és nagyon kevés géppel foglalkoztak. Gépemmel elég nagy szériák foglal magába, a könyvem nagyon nagy szériák foglal magába. Gyűjtőtársam és a saját gépeim fényképeit használtam fel. Somogyfoki Engre, Fehérváron közismert ember, ő is szakmabeli, irodagépekkel foglalkozott, és ő lektorálta a könyvemet, és a kettőn gyűjteményéből készítettem el ezt a könyvet. Mikor láthatják az érdeklődők ezt a tárlatot? Ezt a könyvek már második... Illetve először a könyvet. Igen, mikor jelenünk meg? Hát ez attól függ, hogy a pályázatom hogy sikerül. Már több éve pályázok ezzel a könyvvel is, és reménykedem benne, hogy idén talán sikerül a pályázat. A Láncos Kornél Szekfi Gyula alapítványnál adtam be pályázatot szintén. Hát reménykedem, hogy lett belőle valami. Itt majd a végén megmutatom a könyvek, bele lehet lapozni. Szép formás kézirattá sikerült a könyvet összehoznom. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz.
No. Harmadik kéziratom az a Szemelvénye Csala történetének a folytatására szánom, mert akkor, mikor az első könyvem a Szemelvénye Csala történetéből készült, megmutattam a család tagjainak, a Kégli család tagjainak. Igen, jó, jó, de miért nem a családról írok? Ez volt a válaszuk, és ez úgy, bennem ezek a dolgok nem maradnak nyom nélkül, az ilyen kijelentések. Én szeretem a kihívásokat, mindig is szerettem, inspiráltak a következő lépésre, és elkezdtem kutatni. Ekkor kutattam igazából a család után, és ekkor kezdtem el keresni az interneten. Addig az internetet csak úgy felhasználói szinten használtam, nagyon alacsony szinten, de itt addig-addig kutattam, amíg a, ugye már ismerteket, állandóan mindig az ismert dolgok jöttek fel az oldalakon, még nem az Arcanum adatbázisra bukkantam. Hát ez egy, nem akarok reklámot csinálni neki, de egy hatalmas nagy mennyiségű anyag van fönn. És amikor beírtam az első, volt egy ilyen próba lehetőség ennél a oldalnál, és megpróbáltam. Nem tudom már melyik újságnak a oldala jött fel, melyiket adták fel, de beírtam, hogy Kégli. Elég volt ez a szó, ez a vezetéknév. Csak csodálkoztam, hogy majdnem minden oldalon volt valami róluk írva. Hát én rögtön befizettem rá, mert egy hónapra fizettem elő, nem tudtam, hogy mire számíthatok a többi újságnál. És nagyon sokat kaptam, nagyon sok anyagot kaptam belőle, nem győztem jegyzetelni. Én egy hónapon keresztül, ezt a feleségem is megmondhatná, egy hónapon keresztül a gép előtt ültem. Hát volt, hogy éjfélekig ott ültem és jegyzeteltem. Mert akkora volt az anyag, kimásolni nem lehetett, csak jegyzetelni. Akkora volt az anyag, hogy azt kiírni nem lehetett volna, csak jegyzetelni. Úgyhogy mások is tudom ajánlani, mert nagyon komoly anyag. És ebbe az anyagba találtam igazából olyan dolgokat, amik talán még a család se hallott. Tehát nagyon különleges dolgokat találtam, és itt nem akarok így előre menni a dolgokba, de ők, amikor ezt beleolvastak, mert már ott van náluk lektoráláson a családnál, mások visszaírtak, hogy nem tudják letenni. Tehát olyan anyagot küldtem el nekik, ami számukra újdonság. Tehát ez azt jelenti, hogy érdeklődéssel várjuk mi magunk is, és engedje meg, hogy úgy búcsúzzam az ön a könyv bevezetőjéből egy gondolatsor, mert az azt hiszem, hogy elmagyarázza és megmagyarázza mindnyájunknak. Ön úgy fogalmaz, hogy Magyarországnak van egy helye, Csala, így számomra csupa nagybetűvel, amit én úgy neveztem el, hogy Magyarország Loire-völgye. Elfogult vagyok Csalával kapcsolatban, mert gyermek és ifjúkoromat itt éltem, és most, hogy visszajöttem idősödő koromban, házat építettem a családomnak. Remélem, hogy életünk hátralévő részét ezen a helyen élhetjük le. Én is ezt kívánom önöknek, ehhez kívánok jó egészséget, és most mondom, hogy nagy érdeklődéssel várjuk a következő két kötetet, az írógépekről és a Csala történetének a Szemelvények második részét is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, Varró Ferenc volt a vendégem, akinek nemrégiben jelent meg Szemelvények Csala történetéből című kötete. Ez a helytörténeti kötet természetesen tovább bővül, mint ahogy hallották, rövidesen megjelenik a második része. Sőt, az írógépről is megtudhattunk egy csomó mindent. Úgyhogy köszönöm szépen, érdeklődéssel várjuk. Köszönöm figyelmüket, minden jót, viszontlátásra.